A hét elején még tüzelővel segítették a rászorulókat a Sárospataki Vai Miklós Református Szakképzőiskola diákjai. A hét második felében pedig már élelmiszerrel álltak elő az iskolások. A tankonyhán a diákok főzték meg az ebédet. Mintegy 40 családnak szeretnénk kedveskedni paprikás krumplit főztek a diákjaink, illetve 20-25 hajléktalant is szeretnénk meleg étellel ellátni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mai rohanó világban, hogy nevelési célzattal ilyen példamutató programokat szervezzünk a diákoknak, mert reméljük, hogy ennek majd pozitív kihatása lesz, és ők majd az egyéni saját életükben később majd szintén fontosnak tartják mások megsegítését, és hogy odaforduljanak mondjuk az idősebbekhez vagy elesettekhez. Ebben az akcióban is a Magyar Református Szeretett Szolgálata közösen nyújtottak segítséget a fiatalok. A teherautóban 300 ezer forint értékben tartós élelmiszereket hoztak, amelyeket támogatók ajánlottak fel a szeretett szolgálatnak. Több raklap tartós élelmiszert és krumplit, itt pedig helyben főztek az iskola szakácsai, tanítói vagy vezetői tanárai, és ezt a paprikás krumplit osztjuk szét a befőttekkel együtt a rászorulóknak és a hajléktalanoknak. Itt pedig már a hajléktalanoknak osszák ki a még gőzölgő ebédet. A nehéz sorsú emberek szégyenkezve, de nagy örömmel fogadták az adományt. Egyikük elmondta, télen alig tud hozzájutni meleg ételhez. Hát még ezek is a hordják, akkor meg el tudom neki egy pozitív eset. Ha nem, akkor vagy vehet még valami barátnál lepő úgy. Kapnék kis beletőt. A szakképző vezetősége tudja, hogy támogatásuk csak csepp a tengerben, de bíznak abban, hogy ezzel mások figyelmét is a rászorulók támogatására tudják irányítani.